Egy Dávid van közöttünk. Dávid? Még mindig itt van az az egy Dávid. Egy kopasz kinga van közöttünk. Egy kopasz kinga van közöttünk. Egy büdös. Egy nagyon kopasz kinga. Büdös. Büdös és kopasz. Ismerjétek a büdös hojvát? Egy nagyon aranyos kis bogár. Itt a Csula! És Gyöngyi meg itt áll! Meg. Gyöngyi! Ne oda, ezt megbeszéltük, mielőtt besárhatnál, ezt már megbeszéltük, és előtt meg a gombot, hogy nem látszik. Kezdődött! Már a haragudj, ne haragudj! A videó előtt! Mórika show! Mórika show! Megbeszéltük, hogy ha valaki ott csinálja fent a feltöltéseket, akkor nem látja az asztal végét. Hát, ezt már megbeszéltük otthon. Kisfiam. Hát csak azért is, Gyöngyi. Jó, én meg Dávidra, mert nagyon rám akarja hocskolni. Most komolyan. De miért rám? Valószínűleg amúgy nem a Gyöngyi lesz az. De akkor miért? Miért? De akkor miért mondtam? Azért, mert nagyon idegesített, hogy nekem estél. Azt kellett azért, mert te vagy. Te vagy. Ezt megbeszéltük, kisfiam. Gyöngyi, Gyöngyi, halott nem beszél. Azt kellett volna mondanom. Bocsánat, de nem halott vagyok. Ó. Nem láttam a holttestet, mert a izé feladatos dikit akart. De te beszélsz túl sokat, szóval légy szíves, szavazzátok már ti, mert annyit beszél, hogy nem lehet bírni ezt komolyan. Ezt nem most... lehet épp észre bírni, komolyan mondom. Nem lehet bírni, mert annyit beszél, hogy ilyenek kell. Meg a hullát. Kinek mennék? Aj, kikasztam meg a gombot. Basszus, majdnem megvolt az adatletöltés. Valaki bezárt minket adminba. Mondd is, meghalt. Andi meghalt. Már rég! Jézus Krisztus, fagy le! Szerintem Dávid is azért, mert sakál megint, és próbálja magát bevédeni. Gyöngyi, te csöndbe legyél már! Te csöndbe legyél már! Milyen látik a holttestemet? Majd a Kinga is mondta. Gyöngyi kucavazik, majd meglepődik. Én még mielőtt, még bárkit meggyanúsítgatnám... Oké, akkor... Még elmondom, azt akartam, hogy hát ha a Gergő kinyírja! Hát ha a Gergő kinyírja! Na, nagyon halk. Ajjaj! Te nem voltál imposztor? Akkor miért szállod be? Húha, akkor ez Bence! Ez Bence! Ez Bence! De miért én? Miért nekem mondjátok? Akkor mert ez te vagy. Hát egész végig csinálgattam a feladatokat. Nem én vagyok, ez akkor Bence. Ó, oh, és jön, ezt jön valaki a reaktorba, please. Nem, hogy megölhessd. Megöl. Meg hát. Reaktort megcsináltam fent is? Jó, fent is. Igen, nem, meg fog minket ölni. Szerintem tuti a Gergő lesz az. Amúgy nem is valós túf. Kinga, te miért ordítasz? Kinga olyan, mintha rádióban telefonálna be. Jó, én úristen. Most már nem beszélek. Szeretném kérni a nagyon ordít, halljátok, nem halljátok a Discordon, de nagyon ordít. Szegény. Na. Figyeljük, na figyeljük. Kinga, az miért ordít? Azt Kinga nem hallunk. Hát mert Bence futott utánam. Te futottál utánam? Aj, nem tudom, Kinga annyiszor megölhetett volna, és velem... Kinga. Azt szerint, hogy miért jöttél mögöttem? Én csak visszanéztem a folyosó, hogy látok egy gyanús cselekvést. Az a baj. Itt se halljuk. Á, ah, ne! Kettő. Igen, mind a kettő nagyon hazug hangszínnel beszél. Ah. Hello. Na nézd meg, még egy szép parancsfogat is. Megcsináltam. Ha! Léci, ne! Jaj! Nem! Nem! Léci! 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 Bezárták az ajtót mögöttük! Azt jelöl a feladatom! Jó, csak nem Andi, akkor csak nem Andi. Kinga, várjátok, legyetek csendben, hogy Kingát csak úgy halljuk. Hol volt? Megint ez a rakétától kettő szobányira jobbra. Nincs mese, akkor ez én voltam. Hát amúgy Andit azt láttam, Andi is látott engem, szerintem. Hát ez Dávid vagy Gergő? Igen, valamelyik ők a kettő közül. Na, valamelyik őtök vagy ebbe, az a legegyszerűbb, na. Én nem én vagyok. Na, akkor hagyd kérdezzem meg, Dávid, te voltál az? Nem én voltam. Gergő, te voltál az? Nem. Ó, hát valamelyik őtök kamuzik, olyaj. Mi van, hogy te vagy az, Bence? Na jó, Gergő, melyikünk kezdje? Na, melyik őtök? Szavazzuk ki Bencét, én Jack azt volt? Ó, Gergő, hello. Jack! Kapsz egy szavazatod. Jack! Miért szavaztátok ki? De most miért lettem kiszavazva? Gergő, te voltál? Hivatalosan is. Az őrültek társasága vagytok. Ó, tényleg nem ő volt. Indokolatlanul kiszavaztatok. Basztatok, nem így. Dávid lesz az. Meg tudom magyarázni. Igen, na mi a magyarázat? Ott se voltam senkinél. Gyöngyi halt meg először. Na, értem.
tényleg. Kit? Nem tudom. Szerintem Dávid lesz. Akkor Bence az. Amúgy, de igen, Bence. Jaj, ne csináljátok már, utána, amikor elkezdik a lányok ezt. Amúgy? Nem ő. Amúgy nem ő. Az. Andi, ott álltál előttem. Annyi lehetőségem lett volna. Én nem szoktam hinni egy nő szavának. De most de igen, mert te vagy a gyilkos, te állad! Rátszavaztam. Ez most a Bence beindult? Dávidra. De miért? Léci. Én mit csináltam? Ez Bence, Léci. Ez Bence. Nem Bence, ez nem Bence. Bence, nem Bence, nem Bence, mert zsidi az! Itt a bizonyíték, hogy zsidi az, figyelj. És tényleg. Tényleg. Nincsenek ezek a kontellos kínál. De várjál, engem miért szavaztatok ki? Na. Erről nem maradtanak. Ki hal meg először? Egy gyöngyír, aki ajda, az van közöttünk. Na, elvégeztetett itt a feladat. Sári. Na jó, ez Kinga lesz. Ez Kinga lesz. Amikor ajda eljött, nem ment feljebb a taskbar. A kulcsos az egy taskos? Nem, igen. Mert már felment a taskbar. Ó, oh, Gyöngyi. Hát ez itt mi volt? Szia Gyöngyi! Szia Gyöngyi! Nagyon tühös volt rá amúgy? Ez most komolyan? Ez nem lehet? Mindenki szemel állt rá! Mindenki ott volt! Te hallod, simán mondhattad volna, hogy jaj, hát te hagyjál már hülyeség, mit tudom? Én csak egyet kérdeznék. Hogy volt merszed? Hogy volt merszed? Zsíros kenyeret megetted? Ez nem volt, Gyöngyi, konkrétan ott nyírtak ki mindenki elő. Oda jött, azt mondja, akkor jó, ti az baj, nagyon tühös volt rá szerintem. Nagyon tühös. Gyöngyi, de most tühös volna. De ezt nem lehet kibeszélni. Nyert ma már az impostor? Nem. Időt lejjebb állítani, hogy hamarabb tudjon ölni. Mert de. Ha ennyire jól ismerjük egymást, akkor lehet. Meg amúgy lehet fej... Jaj. Zavarjuk össze a másikat. Most például én vagyok az. Másodpercenként. Zavarjuk össze. Te vagy az? Én vagyok. Aja, vigyázz, Andi, kiszavaztad. Én vagyok. Spartacus. Most az egyszer tényleg én láttam amúgy. Bence. És hazud? Kutya. Igen. Hazud. Azt ez volt a hazugság, hogy igen. Gyanús. Gyanús ez a most lekapcsoltam a fényeket. Igen, és bezártam az ajtókat. Megyek és megcsinálom, szóval... De az az ajta nagyon gyanús, vissza akart jönni megölni. Nekem a... valaki itt volt jobbra. Bence, ez te vagy. Szia Gyöngyi, gyere menjünk a félreesőbb sikátorba. Mit csinálsz? Összehívtam a gyűlést, mert Bence nagyon idegesít. Szegény. Segítem a gyilkosunk. Segítem a gyilkosunk munkáját, mert még soha egyszer sem nyert a mai nap. Szerintem halállal lakol ezért, úgyhogy ezzel is segítsed a... Amúgy Kinga taktikáját bevetve is egyszer így nyertünk. Mi van, ha Dávid ezzel akarja magáról leszedni? Igen. Soha. Na most elmondom, hogy ti is segíteni fogjátok a gyilkosunkat. Akkor segítsed a gyilkost. Jó, de ha rám szavazok, akkor ti is segíteni fogjátok a gyilkosunkat. Mert én segítem. Dávid, ha rád szavazunk, akkor mit kapunk? Hát akkor is segítitek a gyilkos. Ingyen sör. Én rátszavaztam, Dávid, de csak az ingyen sör miatt. Én csak magamra tudok szavazni. Én Gergőre, de azért de már. Miért? Ez az! Gyanús volt, nagyon! Megnyertem a szavazást! Nem, ez ilyen... sem. Hát akkor ez Bence. Akkor ez Bence. Most lesz az első Victoria. Úristen, most lesz az első Victoria a gyilkosunknak. Én vagyok. De ez te vagy. Bence azt így mondta, hogy ő a gyilkos. Gyertek de a specimentrumba. Komolyan. Én a helyettekben megnyomnám a gombot, és gyorsan kiszavaznám ezt a Bencét. Én még hagyd nézzem meg itt a... Én azt tettem volna. Csináltam. Aj. Tényleg, és várj! Én kivártam, én türelmesen kivártam. Na is kiszavaznám. Én azt mondom nektek, hogy... Kezdődhet a palacsonta fesztivál. Háromszor egymás után már nem lehet imposztor. Na, hadd halljuk. Ez Bence lesz. Amúgy nem tudom ki lesz, nem tudom, csak nekem nagyon furcsa, hogy szavaztatja magát. Én most a cinkosan vagyok a gyilkosnak. Andi? Ha kiszavaztok, csak egy cinkosan lesz kevesebb, de a gyilkosom meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni a gyilkos! Cinkos! Igen. Gyöngyi, ha rám szavazol, én kitörlöm a neved az ismerőseim közül. Na, de Bence, te kire szavaztál? Magamra. Magamra. Szerintem nem Bence, az ne legyen, akkor oldjuk meg. Jó.
Oldjuk meg. Kinga, a mesterem! Kinga, még győzni fogsz! Hallod, mester? Hát, itt vagy velünk! Tudom, hogy következőleg már csak három embert kell megölnöd. Én vagyok a cinkos! Hősi halált haltam! Nagyon gáz lesz ez a kör, de Gyöngyi, kérlek, nyomd meg a gombot és szavazzál ki! Ez az! És kezdi, és kezdi! Ha én azt mondom, akkor Kinga az! Gyöngyi, gyere vele! Gyöngyi, légy szíves! De ne szavazzatok ki! Ez az! Is ebben a körben... Szavazzatok ki! Én nem akarok köztetek lenni! Ebben a körben nem kell a gyilkosnak gyilkolnia! Megoldjuk! Szavazzatok ki! Ha rám szavazol, egy gyilkossal kevesebb lesz! Szavazz rám! Ez az! Ez az! 20-20 jár a siker! Miért? Én voltam az, Gyöngyi! Én voltam a szöge! Hárman maradtatok! Gyilkos! Öld meg! Öld meg, gyilkos! Senki nem halt meg, amúgy még! Ez az! Most a mindent eldöntő szavazás! Na, hozzatok jó döntést! Lányok, ha beszélgessetek, halljuk! Szóval nektek milyen lesz a ruhátok? Nagyon vétel! Szerintem Gyöngyi az, mert már mindenki kiakasztalhatja. Gyöngyire szavazzatok! Amúgy Gyöngyi meccsús! Te kire szavaztál, Kinga? Tartózkodok. Rád! No, miért? Ó, hát ez a legjobb, mindenki össze-vissza szavaz mindenkire. De nem tudom, de annyira... Ó, ez a kör, ez most nagyon durva. Ez zseniális. Tehát, hogyha most így nyeri meg az impostor, Bence, akkor mi tényleg egy izék voltunk. Cinkosok voltunk. Na, kis cinkosok. Hallottak csöndbe, szóval. Nagyon gyanús valami. Semmit nem lehet még tudni. Na is gyanús. Inga azért gyanús, mert mindig skipel. Andi azért gyanús. Nem tudom, hogy ki az. Mert rám akart szavazni, aztán amikor Kinga rászavazott. De nem történt semmi, érted? Önmagukat ölik meg. Na nézzük. Én is. Léci, ne te legyél az, Küldetésünk sikertelen! Ez pedig annyira szép lett volna, így éri meg! Igen, annyira Isten! Hallod, senkit nem kellett megölnie! Andinak ez az ilyen összesküvés elmélet. Amúgy... Andi, én megpróbáltam. Mindent megtettem, érted? Hát? A hős cincel. Majd én bevállalom, én leszek Bence helyett is cinkos. Jó, de az Bence, öcsi, még be se riportolja a hullát, hát öcsém. Én most cinkos vagyok. És még így se sikerült a... Mi? Na, ez nagyon gyors volt. De nem halt meg senki. Még senki nem halt meg. Én hiszek neked, Andi. Miért? Szavazzuk ki egyre kevesebb. Jóó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 ó
Nem miért kell Dávidot? Jaj, de nagyon sajnáljuk. Jaj, negyel, fogjál már. Ez hogy kifejezetten fáj, megnézhetitek magatokat ezután. Ezt kipeltem, nézem, milyen kedves lány vagyok. Na, akkor te leszel a következő, akit kiszavazunk. Ó, oh, hát csak nem megérezte, Andi, hát csak nem. Nem, hogy elszóltam magamat. De még el is játsza. Hogy jó, mikor már be is veszi. Mikor már láttam. Túl jól ismerjük egymást. Na, akkor ide jöjjön hozzám, aki most a gyilkos. Ide. Na, valaki van olyan egy rész, ember. Hogy most a legyet. Ne! Nem voltam! Jó, Dávid! Dávid, ez nem te voltál? A cinkost! A cinkost így megölni! Gyöngyi ott állt! És megint bencétolik. Szerintem nem itt szórakozol velem, hogy most rám kened. Ez Dávid volt. Nem én voltam. Jó, ez Dávid volt. Dávid, mert ő riportolta is rögtön gyilkolás után riport véletlenül. Ó, te. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sakál lesz-e. Saját magadra szavazta? Igen. Sakál! Hát nem Dávid volt az. Hát akkor egyértelmű. Ki volt még ott?
Várj, Kinga nem volt a tömegbe. Nem, Kinga nem volt a tömegbe. Nem, Kinga. Akkor ez még Andi lehet. Vagy te, Gyöngyi. Vagy te, Gergő. Kinga is meg tudta volna ölni. Én nem álltam ott, Gyöngyi. De Kinga is meg tudta volna ölni. Akkor de Gyöngyi, hiá, akkor... Kinga és én nem voltunk ott. Gyöngyi, ez Gyöngyi. Tudjátok nekem, hogyha rám szavaztok, meghaltok. Oké. Meghaltok. Én készen állok meghalni. Mert kinyír mindenkit. Szerintem Andi voltam. Andi volt, persze, hogy Andi volt. Vagy Gergő, mert ő is ott volt. Vagy te! Vagy akkor te! Ez az! Jó. Ajaj, most már csak egyet kell megjelenod. Gyilkos! Tedd meg! Szabotálj valamit! Szabotálj gyorsan! Rágyom már meg, nem én vagyok! Szabotálj! Szabotálj, ne tudj megnyomni a gombot! Ha nem én vagyok, Gyöngyi, ha én vagyok, jó, szép, akkor szép. Letörölted a csatornádat. Ez be lett fagyva az arcom. Meg kell tenned. Ott vagyok. Meg kell tenned, ez az! Végre nyert! Megcsináltad! Úristen! Szóval Gyöngyi, mikor törled a csatornád? Napon törje, vagy te vagy a gyilkos. Végre, napon először. Hát pont azért! Andi, te hogy miért öltél meg rögtön a cinkosodat az elején? Sziasztok, szerintem csak kattintott egyet. Én vagyok a kifagyott kamera. Ja. Sajnos te voltál az. Hát nem baj, azért így is életemet áldoztam. Na most már tényleg jöhet valaki cinkosnak. Bízok mindenkiben. De utána Gyöngyi, te miért töltél meg mindenki szeme láttára? Azért, mert mentél volna bejelenteni engem és rábeszélni a többieket, de direkt nem jelentettelek be, te nagyon okos. De akkor miért mondtad? Mert kíváncsi volt, hogy megölöttem. Meg hát. Hát igen. Már nem szórakozol senki! De és akkor nem kerültél volna még nagyobb gyanúba? De hát tudtam, hogy már vége. Szóval csak el akartak tenni lábalól. Láttátok, milyen reflexzerűen menőn oldottam milyen meg aranyos ezeket a feladatokat? Ugye? Hú, de ideges lettem. Még a torkom is meg. Itt mit tok? Na, ki jelentette? Kinézte a kamerákat. Mit tudok itt reportolni? Mert hogy jöttem a kártyát lehúzni, és felvillant a riport. Feljelentett valaki. Valami véletlen megnyomtad. Igen, biztos. Gyöngyi, nem magadból indulj ki! Én direkt nyomtam meg amúgy. Ja, igaz. Bence, te mit csináltál? Hát én először megöltem Kingát, aztán cinkoskot játszottam, aztán követtelek téged is megpróbáltalak megölni, aztán elvesztettem a nyomorod, aztán igen, Gergő... Amúgy igen, de tényleg Bence követte, mert én megnéztem a kamerán, és Gergővel szembe jött elvileg Bence, ha jól láttam, és utána bement Andihoz. Akkor Gyöngyi lesz. Mert félt attól, hogy megtalálja Kingát, és kiszavaz, hé. Tudjátok, hogy én csak magamra tudok szavazni. Kinga lába, pedig nagyon szépen vették meg azt a hullát, mert éppen, hogy csak így... Na azért igen, mondom, hogy Bence tud ilyen precízen gyilkolni. Nagyon precíz. Szerintem nem Bence az. Szerinted én vagyok? Nem, én ezt nem mondtam. Most te hergelni akarsz engem? Amúgy tényleg nagyon hergelsz. Igen. Gyöngyi. De nem vezet jóra ez a rengeteg hergelés. Igen, nem, nem, hogy egyszer csak repülj az űrbe, ott nincsen oxigén, Gyöngyi. Na, akkor szavazzuk ki azon, mert csak legalább kevesebben leszünk. Az vagy űr, mert senki sem bajja a cinkos olyan. Akkor nyer. Hihetetlen vagy. Amúgy van egy vizuallom, megnézi valaki a szemét lehúzást? Ah! Oh. Hogy amit feloltottam már, mondta is! Úgy szeretek riportolni! Emergency button! Keresem a hullát, keresem a hullát. Én szeretem ezt nyomkodni, bocsánat. De én is szeretem a riportot. Na várjál, mindenki hallgasson el, Anni. Halljunk szót. Gyöngyi mindenkit hergel, idegeskedik, ordibál. Irányom! Elrontottad, Gyöngyi nem mindenki, tehát Gyöngyi nem idegeskedik, hanem Gyöngyi idegesítő. Azt csak bejavíthassak. De én szerintem nem Gyöngyi az. Ó, hát már mindegy. Az elmúlt körülbelül egész végig magamra szavaztam, most is magamra akarok, de tényleg nem idegesítő, Gyöngyi. De akkor is magamra szavaztam. Repülj! Repülj tovább! Sziasztok, jó volt veletek! Halljatok meg mind! Úristen! Akkor viszont nem voltál az igazi cinkos! Na, nem voltál! Ezt. Ki volt a titkos pikkentyű? Na, ki volt az? A mai számunkat cinkos voltam! Megnézi valaki a... Szerintem én biztos cinkos volt. Lehúzásomat? Nem nézzük, nem érdekel senkit ott a lehúzásot. Engem csak azért, mert akkor látjátok, hogy nem én vagyok. Én megnézem. Amúgy csináljuk meg a reaktort. Ilyenkor senki nem gyanúsítja meg Andit? Már itt vagyunk a reaktorban, Dávidom. Hát te, hogy oktélként kiszavaztat másokat? Amúgy. Hát nem amúgy. Volt oktélküli, mert... Gyere, Andi, akkor megcsinálom. Elég oktélkülinek tűnt. Tudjátok, hogy akkor lehúzom. Na.
GG. Mondom, mi van a taskokkal? Van egy shieldem, azt is megcsinálom. Ha valakit érdekel, megnézheti. Miért szeretnéd? Ó, oh, már csak egy admin van. De azt nem is jelzi nekem. De érdekes. Most már jelzi. Megyek fent rá, akkor jó? Jó van. Erről egészség meglegyen. Andi, te is mész lentre? Én nem. Én most szkendelem magamat. Akkor, Dávid, mi a garancia, hogy meg fogod csinálni? Már megcsináltam azt. Ja, jó. Helyes. De ahhoz nem ketten kellett? Bence, ne így nyerd már meg. Megcsináltam. Már mindenki megcsinálta a feladatát? Még egy van. Nekem még a kártyás van. Nekem még adatokat kell letölteni. Na jó. Cinkoskodunk. Aha, valakinek. Bence, te voltál? 6 másodperc! 6 másodperc lett volna, hogy kinyírjam! Ne! Lett volna szíved? Lett. Szíved, lelked meg lett volna? Annyira, csak egy embert kellett volna megölni. Na jó, most tényleg megbízok a cinkosomba. Jöjjön, aki a cinkosom... Nem, bocsánat. De jöjjön, aki a cinkosom, az jöjjön ide fentre. Gyertek erre, álljon egy. Nézzétek, lövök, nem, lövök, nem. Lövök. Egy ember lehet csak a cinkosom. Igen, igaz. Igen, igaz. És ilyen a következő szavazását, Gyöngyi. Amúgy lehet, Gergő az! Igaz, csak láttam, egy de ember Gergő lehet az én cinkosom. Ki az? Jó, benned megbízok. Te lesz egész vége a cinkosom. És bármit csinálsz előttem, előttem gyilkolhatsz is, nem fogom bejelenteni. Cinkos. Cinkos! Nem bírom ezt a szót! Miért? Jaj, most csőbe lettem húzva. Most itt fognak engem. Nem tudok kimenni. A... Lát? Na, mi volt ott? Mi az? Azt mondja Dávid! Ó, most csőbe lettem húzva. Most itt fognak engem, és jött a bejelentés Anditól. És ki ölte meg? Hát Andi! Megint megnyomta. Várják, valaki volt? A Kinga, te hol voltál? Én próbáltam bemenni az adminba, csak nem ott volt. Ott volt Andi, na, vagy Bence? Várj. Egyedül én Gyöngyit láttam bemenni az adminba. Ahol a Dávid is volt. Egyedül a Gyöngyi volt az adminban, ahol Dávid is volt. Állj, Gyöngyi velem jött le. Jó, de először ott volt az adminban. Szóval ez a történet itt rossz. Igen. Gyöngyi végig velem volt. Megnézte, hogy meteorozok, és aztán lejött. Így van, lementem. És te cinkosa vagy a gyilkosnak. Tehát lement és ott volt meg. Ez Andi. Sajnáljuk. Valaki rám szavazott? Én nem. Most már igen. Jó. Vát. Ez komoly? Most szórakoztok velem. Kinga, miért? Kinga, most komolyan? Andi az? Hát ne Andi az! Persze, hogy hát a Bence elmondta, hogy ő a cinkosa, és most, ahogy kiszavazták, mondta is, hogy ez az. Megkormányom. Jaj, te tetszik! Ez az! Jó, te maradj így, Gyöngyi. Jó, nyomom majd. Csak tudjátok, hogy ketten kelletek. Oké, tudom. Nem tudom, ne. Nem fogod tudni, ha... Én nem vagyok. Oké, jövök. A lényeg, hogy ne halljunk meg. Benny Hill! Kinga, két irányba induljunk! Jó! Ne! Megmondom ki, elindulunk két irányba! Nem féltem Anditól! Úristen! Jaj! Akkor ez biztos, hogy Andi! Ha persze, meg se szólal, meg akar gyilkolni! Amúgy tényleg, meg se szólal! Gyöngyi volt, mi továbbra is ott! Amúgy jó, egy, ha hisztek nekem, nem akkor Gyöngyire szavaztok! Amúgy tényleg nem volt. Annyira éreztem, hogy Andi nem fog neked óriázni. Bence előtt így kinyírt. Csak nem kellett volna bejelentenie, és simás. Igen, nem kellett volna bejelenteni.